Egyre nagyobb halomban gyűlnek a kemény lombú kivágott fák ezen a Kálósemjén és Magy közötti területen. A kitermelt erdőrészeket a szociális tűzifa programban hasznosítja a Nyírerdő ZRT a következő hetekben. Az erdőgazdaság folyamatosan szállítja a tüzelőnek valót az önkormányzatoknak, akik saját hatáskörben döntenek arról, ki és milyen mennyiségű fát kap a tél hátra lévő részére. A Nyírerdő működési területén, két megyében, Hajdúbihar és Szabolcs-Szatmár-Bere megyében több mint 44 ezer köbméter igény jött be ebben a formában, tehát önkormányzatok részére. Majd 200 település érint ez a térségünkben. A települések 3/4 Szabolcs-Szatmár-Bere megyében van, 1/4 van Hajdúbihar megyében. Hát itt a Szabolcs-Szatmár-Bereményi térségben nyilván sokkal több a település, ezért alakult ez így ki. Nagyobb az aránya a szociális tűzifának. A kormány országosan 5 milliárd forintos támogatással hirdette meg erre a szezonra a szociális tűzifa programot. Az energiaválság miatt idén ennek még nagyobb jelentősége van. Országosan így 100 000 család rezsicsökkentését segíti az ingyenes tűzifával. A Nyírerdő ZRT már az igényelt mennyiség több mint 3/4-ét kiszállította az érintett önkormányzatokhoz. Nagy valószínűség szerint január végére nem sok kiszolgálatlan tűzifa marad. Ez azért is fontos, mert az önkormányzatoknak február 15-ig ki kell szolgálni, vagy ki kell adni a lakosságnak ezt a tűzifát, tehát időben kell, hogy odaérjen. Elég komoly szervezési és irányítási munkát is igényel amellett, hogy a enyhe és csapadékos időjárás nehezíti a fakitermelést, de igyekszünk folyamatos kiszolgálást biztosítani. Ezzel egyidejűleg a lakossági tűzifa program is folyamatos, melynek keretében háztartásonként 10 köbméter tüzelőt lehet egységes, maximált áron vásárolni. Ezt kihasználva próbálkoznak a csalók is. A meghatározott hatósági árnál kedvezőbb áron hirdetnek tüzelőt internetes oldalakon és közösségi felületeken. A NEIBIH legutóbb a tűzifanagyker.hu oldalra csapott le. Az elmúlt időszakban több olyan honlap is megjelent, ami átveri az embereket, jellemzően előreutalást kérnek. Hogyha valaki egyébként alkalmazza a NEIBIH által kidolgozott ellenőrzési listát, akkor ezzel azért rájöhet, hogy itt átverésről van szó, de nagyon körültekintően kell tűzifát vásárolni. Mindenkinek azt javasoljuk, hogy elsősorban helyi erdőgazdálkodótól, helyben telephelyen működő tűzéptelektől vásároljon tűzifát, hiszen hogyha ott bármilyen mennyiségi vagy minőségi probléma van, akkor vissza tud menni, tudja, hogy kitől vásárolt. Hogyha előleget kell fizetni, akkor azt csak pénztárba fizessenek, vagy olyan vállalkozásnak, akitől már több éve rendelnek tűzifát, és lehetőség szerint a Facebook Marketplace például kerüljék el, mert ott a hirdetések több mint 90%-a jogszerűtlen, és ott ugye az a probléma is felmerül, hogy nagyon nehéz azonosítani, hogy valójában ki áll ezek mögött a profilok mögött. A NEIBIH weboldalán elérhető az a lista, amely az eddig feltárt jogszerűtlen hirdetéseket és az ahhoz tartozó elérhetőséget tartalmazzák. Az erdészeti főfelügyelő hangsúlyozta, aki hirdetés alapján szeretne tűzifát vásárolni, mindenképpen ellenőrizze le, nem szerepele az eladó elérhetősége a hivatal fekete listáján.